A hármas körös balpartjára a kevesebb mint 9000 lelkes Kunszentmártonba invitáljuk a Vidék élni akar mai adásának nézőit. Nincs okunk kétségbe vonni azt a feltételezést, hogy már államalapító Szent István királyunk idejében is a templomos helyek közé számított. A falu 1239-ben kunszállás lett, miután IV. Béla befogadta Köttönyt menekülő kunjaival, s így itt is kunok telepedtek le. A régi Kunszentmárton feltehetően akkor vált községgé, amikor a kunok a 14. század második felében véglegesen felvették a kereszténységet, és sátorlakásokat szilárd alapú házakkal váltották fel. A Tiszazug legnagyobb városa volt a házigazdája a Magyarok Kenyere program idei Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvényének. Tisztelt közjogi méltóságok, Kun és Jász atyámfiai, testvértelepüléseink delegációi, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Szeretett városom Kunszentmárton nevében őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket legrégebbi magyar ünnepünkön, Szent István napján, a Magyarok Kenyere program Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendezvényén. Én már régi baráti viszonyban vagyok itt a magyarországiakkal. 2002-től én a Nyugodjék öreg Lázár Vili bácsival voltam kapcsolatban, és ő ismertetett meg itteni helyek magyar barátokkal. Kun település vagyunk Kunszentmárton. A török időkben elnéptelenedett, majd több mint 50 év után 1719-ben Jászapátiból egy lelkes maroknyi csapat, családok, gazdálkodók, Radics István bíró uram vezetésével megtalálták ezt a gyönyörű vidéket, és Kunszentmártont újra telepítették. Így jászok és kunok is vagyunk egy személyben. És hol vettem át ezt a stafétát tavaly? Jászapátiban, akik újra telepítették a várost. És most kisújszállásnak, egy kun településnek adhatom át ezt a stafétát. Ezt a kapcsolatot Kunszentmárton tehát nem csak történelmében, hanem ebben a programban is megtestesíti, amely nem csak a jászok és kunok barátságát, összefogását jelképezi, hanem a kunszentmártoni magyarok és a kárpát-medencei magyarok összefogását és nemzeti egységét. Büszkék vagyunk erre. Nagy ünnep ez a számunkra, hisz 1016 évszendővel ezelőtt Szent István már ünnepnek nyilvánította ezt a napot, és nyilvánvalóan mi ezt követjük 1016 esztendeje. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdák, 399 gazda, 87,5 tonna gabonát gyűjtött, amely gabonát felajánljuk a rászorulóknak, mindazoknak, akiknek a szellemi gondolat atya, Korinek professzor úr szánta. És a mindenható Istennek, az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon e búzára, és maradjon rajta mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által. A megye gazdáinak felajánlását Kalaman János plébános áldotta meg. A 2011-ben dr. Korinek László jogász professzor által megáldott és megálmodott Magyarok Kenyere program keretén belül a kárpát-medencei magyar gazdák jóságos felajánlásának köszönhetően összegyűlt búzából liszt és kenyér készül, mely a nehéz sorsú gyermekeket támogató civil szervezetekhez kerül, később karitatív szervezetekhez, így ezt a magyar kenyeret nehéz sorsú gyermekek és családok fogyaszthatják. Nagy öröm számunkra, hogy ennek részesei lehetünk. A
Magyarok Kenyere programhoz gazdák százai csatlakoztak. Itt Jászhegykun Szolnok megyében is közel 400-an veszünk benne részt, és országosan mintegy 450 tonna búzát sikerült összegyűjteni, ami Korinek professzorú kezdeményezésének köszönhetően jótékonysági szervezetekhez jut, így Bőte Csaba atyának az erdélyi szervezeteihez is, és rászorulók, bentlakásos otthonokban élők, gyermekek, szegény sorsú honfitársaink kapják ezeket az adományokat, amelyek határon túlról is érkeznek, Kárpátaljáról például a vízzel, Erdélyből a sóval, délvidékről a kovásszal kiegészítve, és vissza is jut oda, hiszen nagyon sokan vannak bizony, akiknek ez a kenyéradomány a finom falatokat, a jó magyar kenyeret jelenti. Kunszent Márton népe nevében nagy szeretettel adom át Kisújszállás képviselőinek, Kisújszállás népének a Magyar a Kenyér programot jelképező, szimbolizáló péklapátot és a nemzeti ízén szalaggal átkötött magyar kenyeret. Kívánok jó egészséget, sok sikert a program jövő évi megszervezéséhez. Isten áldja Kisújszállást! Minden feladat szép is egyben, de minél nagyobb, annál nehezebb is, tehát ezek komplex dolgok. Hát bízunk benne, hogy meg tudunk felelni majd, legalábbis az egész város és a gazdakör is erre el fog követni mindent, hogy megfeleljük ennek a feladatnak. Azzal, hogy kenyérgabonát és a gabonából megőrölt lisztet adományozzuk a rászorulóknak, ezzel azt is mondhatnánk, hogy életet adományozunk. Egy olyan összefogás eredményét adományozzuk a rászorulóknak, ami őket a mindennapjaiban feltölti azzal a szeretettel és azzal a gondoskodással, amit az adományozók ezzel szeretnének közvetíteni. A felajánlott terményeket egy helyi mezőgazdasági cég szárítójában tárolják, majd az ugyancsak helyi malomban őrlik meg. A kunszentmártoni úgynevezett köttöni részen állunk. Egy gabona raktárban, termény raktárban, ahol mögöttünk látható a Jász-Nagykun Szolnok megye 42 településéről mintegy 400 gazdálkodó által felajánlott 87 tonnányi búza, amelyet a Magyarok Kenyere program részeként a Kárpát-medence rászoruló otthonokban nevelkedő gyermekei részére ajánlottak fel a gazdák. A búza 60%-ából lesz liszt, így csak Jász-Nagykun Szolnok megye termelői több ezer vekni kenyérrel járultak hozzá ahhoz, hogy a határon túl élő rászorulók asztalára is kerüljön az alapvető élelmiszernél jóval többet jelentő kenyérből. Életünk legfontosabb és legmeghittebb ünnepéről van szó, hogyha ilyen közösségi eseményt tartunk számon, és nyilván akik meg az agráriumban dolgoznak, meg tevékenykednek, mint ahogy itt a ünnepség alkalmán nagyon sokan elmondták, többször is említették, magának a földnek a megművelése, a javaknak a learatása, elhelyezés, és nyilván abból termékek készítése, adott esetben a kenyérnek az elkészítése, megsütése, az gondolom mindannyiunk számára egy olyan magasztos dolog, magának az egész folyamatnak a lényeg elemei, ami nem csak arról a fizikális munkáról, illetve tevékenységről szól, amelyet talán sokan így látnak, vagy így gondolnak, hanem teljesen másabb hatást érzek én, illetve szerintem akik itt voltunk mindannyian. A kenyér szerepel imánkban, a himnuszban Kölcsey Ferenc úgy fogalmaz, értünk, Kunság mezein ért kalászt lengettél. Ezért is szerepel a magyarok körében kitüntetett helyen a kenyér, amely szakrális jelentőségét is hordozza még azok számára is, akik erre nem is gondolnak a mindennapi bevásárlás során. Úgy tartja a népi bölcsesség, hogy a kenyérnek a legjobb dagasztója az Isten. És aki a határt műveli, aki megműveli a földet, az pontosan tudja, hogy milyen kitartás, milyen lelkierő és milyen segítség is kell a Jóistentől ahhoz, hogy évről évre megműveljük a földet, és tudjunk termelni, tudjunk gazdálkodni. Meggyőződésem az, hogy mivel a kenyérhez búza kell, az egész országnak el kell ismernie és meg kell becsülnie azt, hogy több mint ezer éve a magyar földművesek teszik le az asztalunkra minden magyar ember kenyerét, és tartják fel értékrendjükkel, munkájukkal a nemzetet. Augusztus 20 az államalapítás, az új kenyér
és a Kárpát-medencé megmaradásunk ünnepe is egyben. Apám mindig azt mondta, hogy a tarisznyába vöröshagyma, kenyér, mindegy, hogy szupa kenyér, mindegy, hogy lekváros, zsíros kenyér, de kenyér az sose hagyjon el bennünket. Szegénykém, jó, oké, de a másik dolog meg az, hogy a mai fiatalok már ezt nem értékelik. Kedves, 53 évre vettem fel újra a gazát, megmutatni, hogy hogyan kerestük valamikor. Itt azén a hídon ballaktam keresztül, egy utazságban volt a batyov, egy hétre való tisztálkodási cuccom meg, hát 2-3 napra való ennivaló kenyérka az volt egy hétre való, mindig száraz kenyér, belemártottuk a kúcsat vájúba, megsóztuk, megcukroztuk, ettük. A fiatalok, az ilyenfajta fiatalok, mint én, mentek ide a moziba. Én meg mentem a Vekerre, 1954-ben kezdtem el aratni, 14 éves koromban. Igen. Szóval nem tudom, hogy mondjam, én mindig úgy vagyok, hogy a kenyér az mindig jó utitárs. Jó utitárs. Úgyhogy nem szabad elhagyni a kenyeret. Meg kell becsülni. Igazából a kenyérnek annak áldásos tevékenysége van, áldásos szerepe van a magyar életben, hiszen a esküvőkön is egyébként egyre hagyományosabban az szokott lenni, hogyha a fiatal házaspár belép a házba, akkor egy új kenyeret megszelünk, és hogyha mindenki tör ebből a kenyérből, akkor mindig bőség költözik a házba, úgyhogy egész életük során mindig legyen kenyér az asztalon, meg ugye ennek van sótartalma, a népmesében is úgy van, hogy az édesapámat úgy szeretem, mint a sót, és ugye igazából nélkülözhetetlen az élethez, úgyhogy a kenyér az, az áldást, a bőséget és a nélkülözhetetlen szerepet tölti be a mi életünkbe, úgyhogy mi ennek a friss kenyérnek, a friss áldottnak kenyér megkóstolásához már hozzá is fogtunk ezen az ünnepen. Én valószínű, hogy azért jelent többet, mert hogy tudjuk, hogy milyen, mennyi munka van benne, hogy aki vásárolja, az... Jó, hát ugye jó, szükséges a kenyeret megvenni, de ugye mi tudjuk azt, hogy mennyi munkával, kockázattal, idegeskedéssel jár az, szinte már a múlt héten, vagy aratás után valónap elkezdődött az új búzának a talaj előkészítése, a vetőmagnak ugye a külön tárolása, a tisztítása, szóval aratás után azonnal elkezdjük a következő évi búzának a munkálatait. Osztottak szét, tekintettel azonban a mostani közös ünnepre, az idejében itt a főtéren kerülnek szétosztásra. Ha kenyerről beszélünk, akkor magáról az életről beszélünk, aki kenyeret ad, életet ad. Az élet és a kenyér valamikor a magyarság történelmében, a szótárunkban, a szókincsünkben egymás szinonimái voltak. Így aztán, hogyha kenyeret veszünk magunkhoz, egyben az életet is veszünk magunkhoz. Ha a kenyergabonát termeljük, azzal a következő évi élet alapjait teremtjük meg. Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban lehetett ismét megünnepelni ezt a napot, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az 1990-es első szabad választások nyomán létrejött országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek, március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. Pont ezen az ünnepen ugye nem nagyon illik, vagy szabad, vagy én nem tudom, de lehetne nagyobb megbecsülése a kenyérnek is. Sajnos én látom, hogy
én úgy látom, hogy pocséklás is folyik, annak ellenére, hogy panaszkodnak, hogy szegénység, meg munkanélküliség, meg éhező családok vannak, nem. Becsülik meg úgy a kenyeret, mint hogy kellene. Én emlékszem rá a gyerekkoromba, mondjuk még most is megcsináljuk, de elsősorban, mikor még a szüleim éltek, leesett a kenyér véletlenül az asztalra egy falat, akkor azt fel kellett venni, mondjuk most is felvesszük, de ott meg kellett puszélni mind a két oldalát, hogy leejtettük a kenyeret. Tehát nagyobb, ugye mióta az a gépesítés van, örülök neki, mert ha nem lenne az a gépesítés, nem tudom, lenne egy kenyér, hogy most akkor ugye úgy, mint a gyerekkoromban kézzel kellett volna betakarítást elvégezni, akkor most tényleg éheznének sokan. Ott maradna. Egyszerűen nem tudnánk learatni. Biztos, hogy annak is köszönhető az akkori nagyobb tisztelet, hogy a kézi munkának. Most ugye megy a gép, a gázolaj van, akkor mehet. Bár a magyar kenyér ünnepe a legkevésbé sem agrárszakmai rendezvény, egyáltalán nem közömbös, hogy milyen lesz a jövő évi kenyér. Termette elég búza, lesz-e 2017-ben is megszeghető új kenyér. A magyarok kenyere egy ünnep, a augusztus 20-a Szent István király ünnepe, és ilyenkor az új kenyeret is megszegjük, ehhez pedig búza kell. Rekordtermés az idei 2016-os, hiszen mintegy 1 millió hektáron 5,2 millió tonna a teljes termés őszi búzából, és a hektáronkénti termés átlag is 5,4 tonna. Ez fölülmúlja a 2015-ös egyébként nagyon jó esztendőt is. Nagyon komoly szakmai alapjai vannak a gabonatermesztésnek, hiszen itt hagyományosan magas színvonalú fajta előállítás történik. A kutatás fejlesztés eredményeképpen nagyon jó lehetőségek vannak a gazdák számára. Tehát a termés szempontjából maximálisan jó minőségű gabonát termelünk. Hát most átmenetileg van egy olyan piaci probléma, hogy egy picit túl is termeltük a gabonát, tehát jó sikerült a gabonatermesztés, az átlagtermelés körülbelül 10%-kal jobb, mint az előző esztendőben. Ennek megfelelően az ár meg a kereset kínálat kapcsán jelenleg az árak elé nyomottak. Ám a kenyér ünnepe nem csak Szent Istvánról, az egyik legfontosabb mezőgazdasági munka lezárásáról szólt Kunszentmártonban, hanem az együvé tartozásról is. Nagyon örülök neki, hogy testvértelepülési kapcsolatainkat felélesztettük, és két magyar, illetve három magyar testvértelepülésünk is van. 93 óta testvértelepülésünk az Erdély Csíkszentmárton. Idén kötöttük meg a megállapodást, pontosabban egyébként tegnap írtuk alá polgármester úrral, Verbőc Feketepatak, ők Kárpátaljáról érkeztek, és a Kunszentmártoni gazdakör már nagyon régen ápol jó kapcsolatot Kápolnás faluval. Velük nem kötöttünk még megállapodást, de teljesen mindegy, mert gyakorlatban él. Tehát ha lehet ilyet mondani, akkor három kárpát-medencei magyar testvértelepülésünk van. Ha valakinek jelent valamit az összetartozás, akkor nyilvánvaló, hogy egy Erdélybe szakadt magyarnak az nagyon sokat jelent, hiszen most érezzük, vagy most is nagyon hangsúlyosan érezzük azt, hogy hiába húzhattak valamikor politikusok és a történelem határt közénk, a magyar lelkek, a magyar emberek közé nem lehet határt vonni, hiszen kultúránkban, gondolkodásmódunkban, hitünkben mindenképpen összetartozunk, és egy ilyen testvértelepülési találkozó ezt még inkább megerősíti bennünk, és hadd nem mondjam, hogy különösen egy ilyen szép ünnep, nemzeti ünnepünk, és ezen belül a magyar kenyér ünnepe
ez nagyon érdekes érzelmeket indít meg az emberbe, és valahogy érezzük, hogy azon túl, hogy mind magyar emberek vagyunk, és egy kultúrához tartozunk, azért ennél sokkal többet jelent. Jelenti a szolidaritást, az egymásra való odafigyelést, és talán jelenti azt is, hogy van remény a megmaradásra itt a Kárpát-medencében minden magyarnak.